hoćeš papa? Isto ho za. Nem is tudom. Ezt nem gondoltam volna. Először én sem akartam elhinni, hogy ezt Katiatan, hogy nem segítettek neki. Azért is kértem, hogy fáradjon be hozzánk. Én garantálom, kedves tanárnő, hogy mi ilyesmit soha nem írtunk volna magunkról. Akkor kétszeres az örömöm. Kati eddig rossz fogalmazó volt, de ezt a dolgozatát akár az újságban is leközölhetnék. Újságban? Na, még csak ezt hiányozna. Megengedik, kedves tanárnő, volna nekem egy kérdésem. Parancsolja. Szeretném ezt a füzetet hazavinni. Hadd olvass el a mi kis családunk, ugye? Természetesen, sőt, kérni akartam rá. És ha elolvasták, kedves kocsis papa, arra kérem, írja alá a dolgozatot. Nálunk ugyanis az a szokás, hogy nem csak a rossz jegyekről, hanem a kitűnő eredményekről is értesítjük a kedves szülőket. Hogy ma este vacsora után családi értekezletet tart. Szép esténk lesz. Jobb, mint a tévé, nem? Mondd meg Katinak, nem vagyok kutyafisített. Felesz az övé, vigye le ő az utcára. Jó van, jó. Estére ne csinálj programot, apád beszélni óhajt velünk. Na, a jó Istenek, már megint mi a baj? Megint beszedett egy fát. Miért kell ebből mindig ekkor az ügy? Magas, nem kérdeztelek, igen? Gyertek be! Mama, ne mosogasson most! Jöjjön be, kérem! Katalin, te is gyere be! Figyeljetek meg! Figyeljetek ide! Ma behivatott Katalin osztályfőnök nője. Jaj! Mondom, hogy beszedett egy fát. Egy nyavaját. Épp ellenkezőleg, jelest kapott a dolgozatára. Hát akkor hurrá, gratulálok. Na, mindjárt elmegy a kedved a gratulálástól, hogyha meghallod, hogy miket irkál a kisasszony róla. Róla. Mert ha nem tudnátok, témák lettünk. Olvasd csak fel.
Nem hallottad, hogy mit mondtam? Második dolgozat címe a Mi kis családunk. A Mi kis családunk tagjai a következők. Apu a családfő, máskülönben osztályvezető a Ráfexnél. Van egy szemüveges idősebb titkárnője. Előtte egy szemüveg nélküli fiatal volt, de erről anyu lebeszélte. Apu rendkívül szorgalmas és törekvő ember. Ezért is maradhatott meg már 8 éve osztályvezetőnek. És nagyon takarékos, néha már nagyon is. Erről nagymama tudná a legtöbbet mondani, mivel apuval együtt minden hétvégén ők ketten csinálják meg a háztartás pénzkönyvelését. Persze érthető, hogy ilyen sporlós. Bendegúz sok pénzbe kerül. Bendegúz egy öreg Chevrolet, amit apu használtan vett az egyik maszek gyümölcskereskedő barátjától. Öcsi a főszerelő. A múltkor is megcsinálta a kéziféket. Most egy időre apu vette át a javítási munkát. A kézifék azóta is rossz. Anyu csak azt panaszolja mindig, hogy Bendegúz többet iszik, mint egy megrögzött alkoholista. Nem győzi benzinnel. A múltkor nagyon ideges lett, amikor apu azt mondta, hogy nyilván szegény Bendegúz számlájára benzinköltségére készült el anyu legújabb midi kabátja is, és nem kell minden Bendegúzra kenni. A további vita részleteit nem ismertettem, csupán még annyit, hogy utána nagymama összesöpörte az egyik porcelánváza darabjait, én meg technokiddal összeragasztottam. Anyunak most lesz a születésnapja, jó lesz ajándéknak. Nagymama különben szívből utálja Bendegúz. A legfinomabb megélesett nagymama fiókjából egy fénykép. Bendegúz, hosszú ideig az volt az érzésem, hogy nagymama gyűlöli az autót és az autósokat. Egyszer ugyanis kihallgattam, hogy nagymama és Lonci néni, a barátnője, a régi időkről ábrándoztak, és szóba került egy Ferdinánd nevű férfi, aki annak idején az egyik legismertebb autóversenyző volt, és az, aki a nagymamának örök hűséget ígért. Aztán egy verseny után beleszeretett egy korabeli gumigyáros vénkisasszony lányába, és Amerikába autózott. Ezért gondoltam, hogy nagymama egy életre meggyűlölte az autót és az autósokat. Ingerült és dühös volt mindig, ha meglátta őket. Szitta őket, mint a bokrot, ha a zebrán nem tartották be a szabályokat, ha ottalanul rohantak, és ezzel majdnem balesetet okoztak. Egyszer még a mentőautó vezetőjét is megszitta gyors hajtás miatt, amikor vakbéllel a kórházba szállították. Azt mondta, ráérünk, nem kell úgy sietni, a kés megvár engem. A mi kis családunkhoz tartozik még rajtam kívül Perec, a puli. Mi ketten nagyon jó barátok vagyunk, mert a sorsunk is egy kicsit egyforma. Perec hozt ide katifusz vegyest, hírlapért. Perec, itthon maradsz. Kislányom, te már nem férsz be a kocsiba. Stb. Persze nem akarok panaszkodni, mert a mi kis családunk tulajdonképpen békés egyetértésben él egész héten, a vasárnapokat kivéve, mert a vasárnapokat nem szeretem. Ilyenkor van a legtöbb vita és veszekedés. Azóta Bendegúz a miénk lett, vasárnaponként, ha esik, ha fúj, kirándulni megy az egész család. Pontosabban földet művelni a szentendrei telekre. A vasárnap a megpróbáltatások napja. Az még csak hagyján, hogy a sok felszereléstől alig férünk be a kocsiba. De ez minden vasárnap megismétlődő jelenet. Kezdődik a vita, hogy ki vezessen, anyu szeretne. Legalább vasárnap, különben minek szerzett jogosítvány. Apu félti a családot, de azt hiszem leginkább a Bendegúzt. A városi forgalom nem neked való, mondja, és természetesen őül a volához. Anyu sír, apu ideges, mi megfélünk. Mert ha apu ideges, nagyon figyelmetlenül vezet. Én először azt hittem, hogy így kell autót vezetni, de nagymama szólt minden szabálytalanságért. Apu ettől még idegesebb lett, és mert nem mert a nagymamával ordítani, ordított az idegenekkel, a többi autóssal. Ő nem értette szerencsére, mert külföldi, de mi igen, és ezért nem értem, hogy apu miért tiltja öcsitől meg tőlem az úgynevezett csúnya szavak használatát. Újabb szertartás következik. Minden vasárnap mindig ennél a kilométerkőnél. Anyu veszi át a vezetést, mert az országúton anyué a volán. Pedig vasárnap itt nagyobb és veszélyesebb a forgalom, mint a városban. Az anyuhoz hasonló úgynevezett vasárnapi vezetőktől hemzseg az országút.
amikor hol túlzottan óvatos, hol feleslegesen előzékeny, aztán maga biztossá válik, és egy pillanatra azt hiszi, hogy övé az egész országút. Különösen az előzésekben szerez egész családunk számára felejthetetlen perceket. Azt mondja, hogy a nagymama idegeit kötélből fonták. Igaza van, mert ilyenkor ő az egyetlen, aki szólni merészel. Mi az, hogy szólni? Kiabálni. Ráadásul szakszerűen kioktatja aput, anyut, hogy mikor és hogyan követtek el szabálytalanságukat, a kreszt mit tudom én hányadik paragrafusa szerint. Anyu ilyenkor újból sírni kezd, de hála Istennek ilyenkor már nem vezet. Mielőtt nekilátnánk a kerti munkáknak, a hagyományos 10 óraizás következik. Öcsi és én kólát iszunk, perecvizet, anyu és nagymama semmit. Apu egy üveg sört. Nyugodtan megihatja, hiszen a szertartás szerint hazafelé öcsi vezeti mindig a bendegúzt. Gyomírtás, árnyas és szalonasütés, és öcsi ideges toporgása, mert 5-re randevúja van, hogy nem unja még, minden vasárnap. Ilyenkor aztán Bendegúz versenylóvá változik. Igaz, öcsi nagyon jól vezet, de nagymama szerint teljesen jogos volt a múltkor, hogy gyorshajtás miatt elvette a rendőr az egyik betétlapját. Azt mondta a rendőr, hogy elsősorban lakott területen nem lehet úgy hajtani, mint egy őrült, másodszorban ennek a kocsinak még a 30 kilométeres sebesség is nagy megterhelést jelent, nem pedig a radar által mért 90. Nem régen aztán sorsdöntő fordulat állt be a mi kis családunk életébe. Nagymama minden szó és magyarázat nélkül délutánonként eltűnt közülünk, és csak este jött haza. Mindenki ideges lett, és mindenki más miatt. Apu azért, mert nem volt kész a vacsora pontosan 7 órára, és így nem nézhette nyugodtan a tévéhíradót. Anyu attól félt, hogy nagymama valami bűnös szerelmi kalandba keveredett. Öcsi azért volt ideges, mert nem kapott minden nap, amikor hazajött a munkából, frissen mosott és vasalt fehér inget. Perec szegény azért érezte magát rosszul, mert a sok ideges ember mind őt üldözte, én meg azért, mert olyan vagyok, mint a Perec. El is határoztam, hogy végére járok a dolognak. Egyik nap követni kezdtük Pereccel a nagymamát. Először nem akartam hinni a szemeimnek. Nagymama egy iskolapadban ült, és előtte egy kormány volt. Vezetni tanult. Legközelebb a Népligetben vesztük meg őt Pereccel, amikor sikeresen levizsgázott. Ez nem igaz.
Felháborító, hogy ez a kölyök mit merészelt összefirkálni rólunk. Kati igazat ír. Szóról szóra igazat. Na de mama drága, csak nem azt akarja mondani, hogy maga meg tudta szerezni. Megém. Nem olyan nagy dolog az édesfiaim. Csak tanulni kell, oda kell figyelni, be kell tartani a szabályokat, így ez mindenkinek. Aki akarja. Csak nem gondolja mama, hogy maga is vezetni fog. A Bendegúz nem bírja a gyilkolást, drága mama. Nagymamának nincs szüksége Bendegúzra. Nagymama eladja a telket, és vesz rajta magának egy új kocsit. Micsoda? Ezt miért nem írtad meg a dolgozatba? Hát azért Katalin sem fecseghet ki mindent a mi kis családunkról.